Az ausztriai edzőtáborozást követően hazai környezetben végezte a bajnoki rajt előtti utolsó simításokat a kisvárdai csapat. A keret némileg átalakult, a távozók helyére 7 új futballista érkezett. Egyikük a kisvárdai születési Lippai Tibor, aki felnőttként játszott a megyei bajnokságban, majd az NB3-as Füzesgyarmatban, a tavalyi idényt pedig az NB2-es Kazincbarcikánál töltötte. Most pedig az NB1-es Kisvárda színeiben készül a szezonra. Kicsit van tapasztalatom ebben, hiszen Barcikára is osztályt léptem, szóval ilyenkor türelmesnek kell lenni magammal szembe, hogy utolérjem a többieket, de amint ez megtörténik, utána nincs akadály. Kazincbarcikán is így indult, hogy az első 5-6 fordulóban nem jutottam lehetőséghez, aztán viszont amikor megkaptam, máistenre tudtam vele élni, és utána pedig kezdő 11 tagja voltam folyamatosan. Remélem, hogy itt is valami hasonló vár rám. Nyilván nehezebb lesz, mert még magasabb osztály, még jobb játékosok, de igyekszem a tőlem tehető legtöbbet megtenni ezért. A 25 éves belső védő számára is jó alkalmat kínált az ausztriai edzőtábor arra, hogy megismerje új társait. Reményei szerint a Kisvárda az NB1 meghatározó csapatai közé tartozik majd. A tavalyi szezonban is első háromban volt sokáig a csapat, aztán a vége nem úgy sikerült a bajnokságnak, de azt gondolom, hogy erős kerettel rendelkezik a csapat. Egy picit az angol, amíg hadilában állok, nem vagyok benne perfekt, de szerencsére van sok magyar játékos, akikkel tudok kommunikálni, és velük jó a kapcsolatom, persze a külföldi játékosokkal is, csak velük nem olyan napi kapcsolatban vagyunk, mint a többiekkel. Vasárnap már bajnoki pontokért lép pályára a Kisvárda, amely este 8-kor Zalaegerszegen kezdi 3 meccses idegenbeli sorozatát. Mindenki várja már a rajtot, játszottunk sok edzőmeccset, de azért az edzőmeccsek mégis olyanok, mint a bajnoki, tehát mindenki azt várja már, hogy bajnoki mérkőzést játszassunk. Szerintem Zalaegerszegen egy stabil, masszív játékkal pontokat tudunk elhozni. Nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen Egerszeg is jó játékosokból áll. Szerintem a keret erősségét figyelembe véve első 6-ból szerintem ott tud lenni a csapat. Az NBA nyitófordulójának további párosítása a következő: MTK Budapest Paks, DVTK Puskás Akadémia, Újpest Fehérvár FC, DVSC Mezőkövesd és Ferencváros Kecskemét.